Felvétel indul. Mehetünk. Milyen baleset történt? Tuningolj már, de azt a safe house-ba lehet szerintem. Ja. Irány a Safe House. Mert nem fogom bírni a melegbe. Hát itt a számítógép tolja a melegen, a kormány is tolja a meleget, és már tegnap konkrétan szakadt az arcomról. A víz az még csak 25 fok volt. Tehát nem szoktam nyáron nagyon kormányozni, mert most beszéltünk Évivel, hogy mobil klímát kéne szerezni, de ha nem lesz, ez kizár dolog. 10850K i9, 64 giga RAM, 40-70, ennyi talán a lényeges. Gyerekek, itt nem kell semmit csak kiánlokkolni, mert minden maxos. Tehát mindenből pattinthatjuk fel a prot. De miért van minden izéve? Hát a ventilátor azon nem segít. Az a baj. Miért tehetek föl rá mindent? Ezt nem értem. Ennek így nem sok értelme nagyon nincsen. Ilyen jó is, amikor izzadsz a venti, pörgeti a meleget és mellé a szagodat is. Hát én azt szeretem, amikor így ülsz a székbe, eleve meleg van, még a gép is tolja, és akkor felállsz, és akkor a gatyád oda van ragadva a székbe. Még mindig bazd meg a segged, meg már 20 centire van fel. Ugye akkor legyen önöfesen olyan 2-3-ban, vasárnap a csütörtökig egy verseny, háromszor indíthatsz újra, az elején nyomhatod a korollába, de utána amikor állnakod, akkor kötelező BMW végig. De nincs benne BMW. Az a baj, hogy nincs benne BMW, az be kéne valahogy modolni, majd megnézzük, hogy megpróbálom megoldani. Hát ha lehet, akkor nem vagyok ellene, megpróbáljuk megoldani. Várjál, nekem izé kéne, autosculpt kéne, és akkor elvileg tudok olyat csinálni, hogy nem ez. Ne menj már vissza a motorháztetőre. Szerintem ezzel lehet. Igen. Ki lehet ezt így nyitni. Jó, és akkor vissza az aftermarketba. De ezt nem értem, tehát hogy veszek rá az aftermarketből bármit. Van benne újfajta szárny? Nem nincs, de így, hogy mindent kiánlokkoltak, így annyira nem egy izé. Miért nem lehet? Klasszik. Gyerekek, ez annyira klasszik, hogy nem módosul. GeForce. Így rá, ez a legnagyobb a töcsém. Hát ez nem kell akkora. Totálkoz 2500, de várjál már. Ezt így. És akkor szárny se fog nekünk kelleni. Ó, de csúnya, ne. Cső mindenkinek, sziasztok. Ez nem tudom mit csinált. Igen, így szépen lenyomjuk minden, ez szépen maxos. És akkor ide is a GeForce-t rádobjuk. Ugye minél lejjebb. Nem szoktam mindent így kimaxolni, de most úgy néz ki, hogy ez... Boiler. Mit csinál? Azaz. Ipufogó. Nem lesz pénzem. Ennyi pénzem nem lesz. Mert ez. Ilyen óriási. Azaz. Azaz. Front wheel. Underglove.
Na, ennek a fénye fixen cserélve van, mert ez brutál. Vagy... Ja, én állítom a fényét. Én ilyen világos kék. Lehet, volt még más? Mit lehetett még állítani? Várjál, van neon, pulz, meg led. Aha, a lednek ott van, látszódnak a ledjei. De komolyan megoldották. Hát azért így, egy egyest. Nem. Legyen így, csak így szép lassan. Gyerekek, mennyi a kosár értéke? Mert most már, hogy megnézném. Bazd meg, mi a fasz? Ez nem is volt ennyi. De ott én 2000-eket írt. Azt tudom. Gyerekek, megszívtuk. Hát akkor... Supercharger. Nitro. Engine. Meg egy felfüggesztést, ha kiszedünk, akkor még a brake, a tire marad, a suspension. Jó, hát akkor ez így. Nincs benne hitel opció. Pedig még amúgy a kereket is meg kellett volna nézni. Speciál, body kit. Gyerekek, még vannak body kittek is. Ó, azt én megláttam a szutykokat. Fék, fék tárcsa. Na, nem mutatja a gumit. Hát, hogy gyári kerékkel nem. Mondjuk így, amúgy ez nagyon cuki, figyeljétek. Mivel lejjebb ültettem az autót, a tetejét, ezért a matrica még ott maradt, ahol az autó teteje van. Ez egy menő, nem? Ugye levágtuk a tetejét, hogy alacsonyabb legyen. Igen, lost, mert nem tudok mit csinálni, úgyhogy nézzünk egy world mapot, azt menjünk egy versenyt. Kell a low-way, gyerekek? Én most megcsinálom az összeset. Minden, amit lehet, jó? Amit lehet, csináljunk meg. És akkor legalább van pénz. Tudunk autókat tuningolni, nem kell sietni. De bazzik, a szélvédő is ott maradt. Haló. Hát ez hogy van? Az ablak ott maradt, a teteje meg lement. Hát nem lesz jó. A tetejével valamit csinálni kell. De várjál, mert hát ott a tetején az ablak, de elrontottam, megint csak olvastam. Hát, ez gagyi. Ó, nevi, az a nevi a gyerek amúgy. Hát, de ma megint ilyen szutykok vagyunk. Ez is olyan lesz, mint a másik, hogy agyon vannak húzva, ezt nem lehet őket leverni. Ja, ez pont olyan. Nincs szélárnyék. Nem tudok több elmenni. Ez felesd el. Ez ugyanaz, mint a másik, csak szerintem annyira nem volt durva. De ott se tudtam amúgy semmit csinálni. Gyenge az autó ezekhez a versenyekhez még. Valamit csináljunk már a tetejével, mert ez nagyon gáz. Autosculpt, és van egy olyan, hogy... Top-top ezt vissza... Ja nem. És visszarakta? Nekem így is jó. Igen, visszateszünk a tetejét a kocsinak, mert... Legény autó nem nézett ki jól. Mondjuk egy kicsit így jobb is world map, és akkor valami olyan versenyt, ami... Van valami drift. Driftelni szeretnék. Részvár, sprint, sprint, speed trap, a boss rész, itt egy drift. Ah, oh, megint hegyi. Oh, nem, az nem jó. Az nem jó. Sima kördriftet szeretnék. A hegyiektől rosszul vagyok. Nem tudom, biztos megvan a megfelelő autó ide, vagy nem, de hát ez biztos, hogy nem az.
Még fékeztem is. Annyira próbálom kicentízni, de nem. Gyerekek! Hát akkor javaslom, hogy a laptop élesztés mellé még ezt a modot is szed le, és akkor nem boldog ember leszel. Nem, VASD-vel. Szerintem én ilyen boomer vagyok, én nyilakkal meg VASD-vel játszom, hanem kormánnyal. Nekem a kontroller az életidegen. Hát sokkal több autó, sokkal szebb. Meg többféle tuning. Több, hogy ennyi. Hát meg mondom a látvány, tehát hogy sokkal-sokkal szebb. Meg autóból van, nem akarom azt mondani, hogy 100 talán nincs, de ez olyan a körül. Jó, mennyi pénz, a lófasz nem kaptunk ezért a versenyen. Elhiszitek nekem? Speed trap. Nincsen drift. Itt nem tudok többet driftelni. Körverseny. Hát akkor marad egy speed trap, mert szerintem azt még meg tudom ugrani. Ah, jó a kontroller, csak nem tudom. Nekem gyerekkoromban nem volt. Előbb mutattam, úgyhogy ma még egyszer nem állnék bele, mert az legalább egy 10 perc. Szóval semmi, nem állítom meg a live-ot általában, előbb megnéztük. Úgyhogy van benne minden kb, ami jó. Jaj, ne, ez nem lesz meg. Hát, tudom, hogy 137. Igen. Figyelj, itt szerintem tetszeni fog. YouTube-ra rakok ki róla a videót. Meg elmagyarázom, hogy mik a különbség, mert van egy light verzió. ...154, próbálj meg még jobban. Melyik dodge? Hát ezt, az a baj, nem hiszek benne, hogy ezt ezzel meg tudnom csinálni ezzel a kocsival. Igenis, nagyon neccesen. Á, nem tudok úgy gyorsulni, mint ő. Most már 20-szal le vagyok maradva. Van még annyival jobban kellene mennem. Az 57 nitró nélkül lesz. Próbálom. A
az a baj, hogy innen kéne nekem kigyorsítanom. Hát az... 160... majdnem 180. Neville megnyerheti. Ó, meg is nyeri. Jó, becsít. Minek mentem meg? Csőgabem. Tudom, azzal nincsen baj, de most megint az meg lemaradt. Neville nagyon lemaradt. Ez gáz. Nem lesz meg. Ja. Úgyhogy ez nem jó. Hát mert ha nem kell, akkor nem szoktam. Én nem nagyon vagyok, nem muszáj, akkor nem szoktam használni. De ez nem, ez sevi. Ez egy sevi. SS. Azért nem értem. Na várjatok. Sprint, az már egy fokkal jobb lesz. Az a baj, hogy minden maxos a játékba, szóval bármit ráteltek. Csak másik autót akarok venni. Valamiért ebben a modban minden kiállok volt. De Camaro SS. Azaz, tolját, úgy van. Megkockáztassam, hogy megnyerem, vagy engedjem el. Na, próbáljuk meg, egyszer élünk. Rohadt agresszívek vagytok, gyerekek. Az a baj, hagynak le. Hát konkrétan hagynak le. A 62% túl sok. Nem. Bazeg, nem olyan nehéz, mint a másik, de... Topatós. Hát ez nem lesz meg. Nem lehet hibázni, gyerek. Nem lehet benne hibázni. Saját csapattársam rám rántja a kormányt, az mondjuk kedves már az elején. Elől az mivel megy? GTO? Vagy mi az? Hogy a francba megy ennyire gyorsan? Nem, ez egy Chrysler 300C, nem? És az a gyomjad neki.
Jó, mert rajtnál nem csinálja ezt a remegést az autó. Jó, hogy kiszedték belőle. TikTokon a lájkokat, ahogy le, gyerekek, pörgessétek ezerrel. Ha nem nagy kérés. Hát, hogyha egy kicsit megindulna itt a nézőszám még feljebb. Gyerünk. Hát, igen, az a remegés az nem volt túl realisztikus. Megvan. Ez az. Nem tudom. Szerintem az is baj, hogy még gyenge, tehát hogy alapautó. Úgyhogy valószínűleg ez is benne van. Így van. Ez egy nagyon jó játék, főleg estére. Meg amúgy is. Jó mindenkinek, sziasztok! Hát egy kicsit nincs szinkronba a szöveg meg a szájmozgás, de... Nem kell a sárgyal. Seatot akarom kihozni. General Lowway, csak nem tudom mennyi. De biztos, hogy nincs, mert beleköltöttem ebben minden szart. Nem lesz. Customization, lesz 10 000 kb. Annyi se. Cash 22 000, az még jó. Hát akkor nézzük tovább, még egy verseny, valami komolyabbat. Ugye 2,5 fizetnek ezek, figyelj. Itt van egy sprint, boss rész, nem, speed trap. Hát akkor inkább ezt. A sprintet próbáljuk meg. Hát Percy-re gondolsz? Night City, ja igen. Arra leszek kíváncsi, az új Need for Speed, ami majd, nem tudom. Szerintem jövőre jön, hogy az milyen lesz. Milyen irányba akartak elmenni? Kérd már utol. Nem akarja. Majdnem az 50% a kész a pályának. Bocsi. Ez muszáj volt. Nem lehetett kihajtni. Itt nem, de amúgy jönnek. Most egyelőre nem, de amúgy igen. Melyik modot raktad fel?
Megvan. Szerintem még nem lesz pénzem. 7700-et kaptam. Az nem lesz elég. Na, videó van, gyerekek. Darius asked me to come by and see how you were doing. Neville, why don't you go get me something to drink? Sure. What, like a soda or something? How about some options? Okay. Looks like you cleaned the place up a bit. You've been generating quite a bit of buzz, you know. But you're not fooling me. What I'm trying to figure out is why you haven't stopped down yet. Úgy már eddig én ezt a módot, hogyha megtalálod. May I introduce Sal Mostella? Hi. Igen, ez egy jó ötlet volt ebben a játékban, csak az volt alapvetően a koncepciós probléma, hogy 6-7 óra alatt ki lehetett játszani, mert túl rövid lett. I'm a big fan. I've seen all your races. And on that note, hát egy év már kevés volt a lefejlesztéséhez. See, things ain't been the same since you've gone, you know? There's a lot of posers. No respect. I know all the back streets. I grew up in these alleys. I can customize anything. I practically built all the kits you see around this place, so... Okay, so I got soda and water. Where'd you go? I'll even put up with this guy. Melyik izé, valamelyik részben ez benne van, valamelyik pepeg a módban. Igen, a kanyon az jó, de én szeretem, nekem a hegyi drift az, ami nem jön be. Jó, és akkor te leszel az új kolléga. Ja, nem tudsz spoilerezni, mert már 50 000-szer kijátszottam, ez is modolt verzió. De egyébként azt nem tudom pontosan. De szerintem felénk, tőlük van, aki szerintem átjön, de szerintem nálunk nincs. Nekem a karbonba az irányítás az, ami nem jött be. Tehát nem volt borzalmas, de nekem az a fura egyébként, amit az emberekben én nem értek, hogyha megnézzük a Need for Speed Underground 2-t, hogy mit tudott anno. Tehát én gyerek fejjel nagyon ki voltam akadva a Most Wantedre. Tehát mikor a Most Wantedet először megkaptam, akkor én rendesen, tehát én nekem nem tetszett. Tehát mondom őszintén, mikor beléptem és láttam, hogy na ezért jöttem ide. Tehát amikor legelőször a... Ú, de jó hangja van! Az a kipufogó öcsém. Tígre! Nem Leonom van, hanem Toledom, de most a seggétől el tudok tekinteni. Szóval, nekem az Underground 2 után az irányítás is nagyon-nagyon-nagyon nem tetszett a karbom, ahogy a Most Wantedbe, de szerintem sokkal rosszabb lett, főleg akkor gyerek fejjel. Nem volt benne, mondom, ez modolt. Alapból nincs benne. De a modoltban van, igen. Aztán, na mindegy, szóval igazából nekem ez volt az, ami nem tetszett. Meg az, hogy kivettek minden tuningot. Tehát, mondom, nekem ez nem tetszett. Mennyit tudom eladni? Nem írja az eladási? 28 000 az értéke? Akkor adjuk el. Marad. Na, 14 000-ért adtam el, akkor amit benéztem, oké. Okay. Jó, performance tuningot fogunk rádobni, mert 15 000, felfüggesztést, ezt lehet nitro. Akkor menjen rá a nitro, azt akkor ez van. Akkor majd jövünk a többiért.
Mindegy, szóval egyébként nem volt rossz a karbon. Csak én azt nem értem tényleg így a mai emberekben, hogyha tök őszinték akarunk lenni, akkor Need for Speed Heat szerintem egy zseni játék lett amúgy. Be kell modolni a Most Wanted-et. Tehát, hogy gyári motor a Nitro, hát nagy menjen. Nem rossz ennek a gyári motorja alapból, főleg, hogyha a van bele V6-os, V6-os is, azt hiszem. Szerintem ez nem az, de van benne, van belőle. De szóval tényleg, hogyha megnézzük a Need for Speed Most Wanted-et, hogy oké, hogy van benne egy ilyen blacklist, tök menő, meg mondom, én is szeretem egyébként, szó se róla, de hogy a gyerekek, amúgy abban annyi hiba van abban a játékban, annyi szerencsétlenség, amit szerintem a Heat-re már megoldottak, aha, modolt, és én nem értem, hogy miért nem? Nagyon sokan nem szeretik az új Need for Speed-eket, pedig szerintem már nem rosszak amúgy. Ja, hát modolva. Autókból van rengeteg ott be a modba, 100 darab kb. Nem számoltam meg. Az Unbound sem rossz. Az Unbound-on egyedül annyi a probléma, hogy nehéz. Ha én tök őszinte akarok lenni, az Unbound-nak az irányítása nagyon más, mint a többi autós játéknak, ugye általánosságban, de én kiplatináztam az Unbound-ot billentyűzettel, és az Unbound-ban vannak olyan ilyen nagyon pontosan vezetős feladatok, a bóják között kell végigmenni, hogyha nem lehetne benne vezetni, akkor azt nem lehetne megcsinálni. Tehát én is azt mondom, hogy az Unbound az olyan játék, hogy nem az van, hogy leülsz, és akkor egyből profin mész, egy fél óra gyakorlás kell. És akkor utána viszont ráérzed a kocsira, akkor kurva könnyű benne vezetni amúgy, csak meg kell szokni azt a delay-t, amit az autó képvisel, vagy a vezetésben, nem egy kis ilyen eltérés a többihez képest. De maga a koncepciója az Unbound-nak, hogy az illegális éjszakai versenyzés, hogy lemész az alagútba, vagy a csatornába majd, hogy nem, onnan indulsz, ott keresel magadnak ellenfeleket, fogadni kell pénzért, ami tényleg az illegális utcai versenyzés. Tehát egyébként, hogyha az illegális utcai versenyzést akarjuk nézni, amiről szól a Need for Speed, akkor a Most Wanted az egyik legjobb példa arra, hogy mi az, amit ne csinálj. Tehát egy gyárvárosban őszi nappali környezetbe tenni egy illegális utcai versenyzős játékot, az manapság ezért valószínűleg egy kb. Úgy leért, lehúznák azt a játékot értékelésügyileg, hogy hihetetlen. Tehát az egyik legnagyobb hülyeség, amit el lehet követni, hogy nem éjszaka játszódik, vagy nincs benne éjszaka, és szerintem ez borzalmas, és mondom, maga a város is. Ez is jobb, meg a Underground 2 is sokkal jobb. Mondom, nem a Most Wanted-et akarom ezzel bántani, csak nekem furi, hogy régen mennyivel elnézőbbek voltak az emberek egy játékkal kapcsolatban, és mennyivel többre értékeltek egy játékot, mint amit amúgy tudott nyújtani. Azzal nincs baj, ha van nappal is, mint a Heat-be vagy az Unbound-ba, csak legyen éjszaka is, tehát én szerintem. Egyébként a legeladottabb Need for Speed, ami a legjobban nyitott eladásügyileg, mert szerintem a legeladottabb is, az a Need for Speed Heat volt. Annak az értékelése is nagyon jó egyébként Steamen, ha megnézitek. Mondom, az Unbound-dal annyi a probléma, hogy megosztó. Tehát az Unbound-on, most figyeljetek, tök jó példa erre, menjetek fel a Steamre, és nézzétek meg a Medrunnernek az új játékát, mi annak a címe? Nem a SnowRunner, hanem a... Azért megint ezt elfelejtem. Mindig amit akarok mondani, ezt elfelejtem. Az Expedition. Az Expedition-t én nyomtam.
Nekem nem tetszett az első 3-4-5 órába. Aztán megijedtem, hogy miről szól a játék. És mester, melyik előfizetésre kell fizetni, hogy a Need for Speed-t letöltsem? A sima Twitch-es előfizetés, vagy YouTube-ra 1000 forintért, azt annyi. A sima Twitch-es előfizetéssel is működik. Szóval az a lényeg, hogy The Expedition is egy olyan játék, ami merőben eltér a SnowRunner-től. De nem is akar amúgy SnowRunner lenni, szóval az meg egy másik dolog, hogy rohadtul nem akar SnowRunner lenni. Neki az, ő egy ilyen tényleges off-road játék, ami, mondom, az a lényeg, hogy nem akar SnowRunner lenni. Lejjebb halkítsam az autót, azt mondod? Mindjárt lejjebb húzom a hangerőt egy kicsit. És... Ja, látom egyébként, hogy hangos. És nekem például ott is azt látom, hogy nem maga az Expedition a szar, mert amúgy az nagyon nem egy szar játék, hanem inkább az emberek csalódtak, hogy nem egy új SnowRunner-t kaptak. Jó, mert a Twitch-en egy kicsit optimalizáltabban van beállítva a hang, de a TikTokon más. Cső István. Igen, tehát azt kell megérteni sokszor, hogy az Unbound az egy olyan stílusú, ez egy Souls-like autós játék lett, ami mocskosul, idegölő és nehéz, és az emberek ezt nem... ez egy Leon. És az emberek ezt nem így nézik, és megnézzük egyébként már csak azt a hogy a Forzánál, most az új Forzában, ugye én már 31 éves leszek pont a héten, én már úgy ért, hogy a mai fiatalokhoz képest idősebb vagyok. Én még ahhoz szoktam hozzá, hogy egy autós játékban igenis küzdeni kell a dolgokért. Egy autó értékes legyen. Nem azt mondom, hogy nagyon nehéz, de hogy ahhoz, hogy megszerezzek egy autót, tenni kelljen. Ezt behozták a Forzába most ezt az XP rendszert a motorsportba, és eltörlik. Eltörlik, mert hogy az emberek nem akarnak semmire se küzdeni, mindent azonnal akarnak, és kiisztízték. Szóval... Mibe kell segíteni? Igen, de én például a Forzába pont azt nem szeretem így az én gondolkozásmódommal, hogy nekem fura az, hogy mindent a kezembe adnak. Mindent azonnal odaadnak, minden az enyém, és semmiért nem kell megküzdjek, semmiért nem kell tenni. Az első Souls-like autós játék megalkotta az EA. Hát mondom, szerintem az Unbound az egy Souls-like autós játék, tehát az... Ott én is azt éreztem sokszor, hogy elég. Nem, még nem kell járókeret, még bírom. Nem könnyű, hozzá kell tennem, de István, még bírom. Neked már kell járókeret, vagy te most hogy vagy? Mert szerintem hasonló korosztály vagyunk, megmerem kockáztatni. World Map Freedom Customization. Tuningoljunk, nézzük. Most motorikusan fogunk mindenbe is. De van már 10... Ja, na, egy engine. Mehet az engine. A Most Wanted-be, amit én nem igazán értek, de hogy én a Most Wanted-del úgy vagyok, hogy nagyon jó, hogy behozták a rendőröket, az mellékes. Én ilyenekről beszélek egyébként, hogy mai fejjel mennyi mindent elnézünk már egy játéknak, amikor a Most Wanted-ben a terepjáró 500-zal üldözt téged, és lehagyja a játékban lévő leggyorsabb rommátuningolt autódat, majd behoznak egy graffiti effektes Need for Speed-et, és a fél világ, hogy mindenki hányni akar a graffititől, ami az illegális művészet, eléggé kapcsolódik az illegális autóversenyzéshez, szóval a témába jó helyen mozgolódik amúgy az EA, és jó, elfogadom, hogy valakinek ez tetszik, meg azt tetszik, meg nem tetszik, meg tudom én, de hogy amúgy az megvan, hogy az egyetlen Need for Speed, amiben realisztikus a rendőr, az a 2015-ös volt. Ott tényleg nem megy többet, a Crown Victoria rendőrautó 200-zal megy, akkor is, ha te 400-zal elmész mellette, felvillan a villogója, és le se szar téged. Úgy mész el mellette, nem tud utánad menni, mert nem tud többet menni, mint ami a végsebessége. Hát azt ott jó megcsinálták.
Igen. Tehát az ott oldották meg, hát nem is nagyon tudnak üldözni egyébként, csak a nagyon... Hát ott tényleg játszani kell, a körözést fel kell tolni, különben nem mennek utána. Ezért mondom, nekem a legjobb Need for Speed, ha azt nézem, hogy én nálam melyik a best of, az Underground 2 az régen a legjobb volt, de mai fejjel szerintem a Heat és az Unbound-nak lenne a gyermeke a legjobb Need for Speed. A Heat-be zseniálisan ezből fal lesz. Hát a Heat-be valami eszméletlen jól megoldották azt, hogy nappal tudok játszani nyugodtan, éjszaka tudok játszani a rendőrök ellen. És van egy ilyen balansz. Mert ha megnézitek, a Most Wanted gyerekek nagyon sokszor kijátszottam. Az Underground 2-nek a teljes térképét ismerem. Az Underground 2-be csukott szemmel el tudok menni bárhova, térkép nélkül ki tudnám játszani a játékot, még a versenyeket is nagyjából tudom, hogy merre keressem. Tehát ezzel szemben a Most Wanted-ben nem ismerem a mapot, tehát felülnézetből tudom, hogy hogy néz ki, köszönöm a rózsát, de nem ismerem a mapot, és azért nem ismerem, mert azt úgy játszottam ki, hogy megnyomom a K vagy melyik betűt, már nem tudom pontosan melyik volt, és abban csak enter, indul a verseny, és ott nem lehet közlekedni, mert ha megpróbálsz elmenni egy versenyig, még a boltba is szopás volt elmenni, mert egy utcai civil autóval elmentél lassan, 30-al gurulva, normálisan, szabályosan, és meglát a rendőrautó, azt fel akarják neked azonnal dugni a gumibotot a seggedbe. Azt nem csináltál semmit. És a végén, amikor az meg ilyen feladatok vannak a Most Wanted-be, hogy 10 percig meneküljek a rendőrök elől. Ez már a legnagyobb időhúzás egyébként. Szerintem, hogyha levonnánk az összes ilyen mondva csinált feladatot, ami igaz semmi értelme játék szempontjából, ami tehát így a játék ad neked feladatot, de gyakorlatilag semmi értelme nincsen, akkor nem lenne az se hosszabb, mint a Carbon, nem sokkal lenne hosszabb. Mert ott tényleg egyébként, tehát hogyha megnézitek, amúgy a Carbonból kikerültek ezek a... kikerült az összes ilyen fasság amúgy, hogy menjek el a rendőrökkel, üssek szét 3 rendőrt, meg meneküljek 10 percig, amúgy a fasznak amúgy. Tehát hogy semmi értelme nincsen. Az elején még izgalmas volt, de a végére, a Redux 2024, de hogy őszintén a végére én már rohadtul untam, amikor már meg... Tehát, hogy megint 8 perc, aztán 10 perc, és így nem értettem, hogy a fasznak kell nekem ezt csinálni. Mert hogy nem versenyzek, hanem mindig volt egy autópálya, amin körbe-körbe mentem, gyanítom, nagyon sokan csináltuk ezt, és azon az autópályán volt egy ilyen baseball pálya volt, és a baseball pályának a két oldalán volt az a leomolható ilyen tárgya. És mindig, amikor lejárt a 10 perc, oda bementem, és ott lebontottam magam előtt, magam mögött, nem tudtak bejönni, azt vége. És a másik, ami... Én úgy vagyok ezzel, hogy én világéletemben úgy gondolkoztam, hogy amit nagyon sokan szeretnek mások, én abból általában kihátrálok, hogy nem akarok ilyen tömeg cucc lenni. A világ egyik legszebb autója a BMW M5 Competition, a 2017-es, 8-as, 9-es, nem tudom pontosan fejből, az a 700 lóerős, az nagyon-nagyon tetszik nekem, az a négykerék meghajtásos már, mit tudom én, mindent is tud, az egy rohadt jó autó. De én világ életemben úgy voltam, hogy én a BMW-ből így kimaradtam, mert annyira azt látom, hogy mindenki BMW, meg Audi, meg Merci, hogy én ezeket így elengedtem, szóval, hogy így... Én nem szerettem volna soha olyan ember lenni, aki ilyen BMW-s. És meg amúgy nekem igazából most is azért megyek a Leonnal, mert nekem Toledo, ugyanilyen kocsim van amúgy, azt ez tetszik. De hogy nekem szerintem nincs abszolút ilyen... Álljatok? Nem tudnék olyan autót mondani, hogy nekem ez a kedvencem. Nem tudnék semmire se olyat mondani, hogy ennél nincs jobb, menjünk szerintem még egy speedtrapet. Tehát nekem nincs semmilyen kimondottan, csak ez, úgyhogy, ja. De amikor belegondoltak abba, hogy a Need for Speed Most Wanted-be, az egyetlen Need for Speed, szerintem az egyetlen Need for Speed amúgy megmerem kockáztatni,
ahol egy autótuningos, egy illegális autótuningos játékban a legópébb autó, amit mindenki imád, az a BMW M... Ja, jó mentem. Az a BMW M3 GTR E46, vagy mi a tököm, azt hiszem az a pontos neve, ami igazából nem egy tuningolt épített autó, hanem egy amerikai Le Mans Cup Series versenyautó. Amúgy ez egy elég nagy agyizé, hogy a kedvenc autód olyan, mint hogyha egy vízipisztoly lenne a kedvenc fegyvered egy kódban. Dariusnak soha nem volt Audi R8-a. Dariusnak soha nem volt Audi R8-a. Az egy Audi Le Mans. Le Mans Quattro. Az, igen. Amúgy az R8, tehát azt tisztázzuk. Igen, azt tisztázzuk, de tényleg az R8 amúgy. Abból lett az R8. Tehát ez... Szeretem ezzel az emberek vérét szívni, hogy az amúgy nem az, de attól igen, az egy R8 amúgy. Figyeljetek, én azt nem értem, hogy gyerekként, most próbálok gyerekfejjel gondolkozni, hogy az a kérdés, hogy melyik Need for Speednek, Geri, neked válaszolok most, hogy melyik Need for Speednek a legjobb a sztoria. Akkor egyértelműen kérdés nélkül azt mondom, hogy a legjobb sztoria összes Need for Speedet idevéve mindet, az a, szerintem a The Run-ban van. Tehát a The Run az egy olyan szinten egyedi játék lett, hogy ha egy ilyen, hát nem is tudom, hogy ezt minek nevezzem, de hogyha egy sztori alapú autós játékot akarsz, ami ilyen Beyond Two Souls, Detroit beütésű játék lenne mondjuk, akkor semmi más nem találnál, csak a The Run. Annak nincsen párja a világon, az egy olyan egyedi kategóriát képvisel az a játék, aminek nincsen. Ettől függetlenül lehet a többi Need for Speednek is jó a sztoria. De hogyha én abba gondolkozom, hogy gyerekként, minden Need for Speednek jó a sztoria, tehát alapvetően például a Most Wantednek, amit annyira sokan szeretnek, az egy nagyjából négy videóból álló, nagyjából semmi. Tehát a Most Wantednek például pont, hogy nagyon gyenge a sztoria, ott... ha csak a sztorit nézzük, akkor a Most Wantednek ez a Blacklist, ezt elkapták, az nagyon jó, az tényleg jó lett. De hogy ha az összes Need for Speedet nézem, akkor a Heatnek is, a Paybacknek valami iszony látványos a sztoria. De ha gyerek fejjel nézem, úgy nézem, hogy én egy 14-15 éves kisgyerek vagyok, és vagy belegondolok abba, hogy mondjuk az Underground 2-nek, ugye, vagy bármelyik Need for Speednek, melyik sztorit adtam volna oda régen, akkor az a 2015-ös Need for Speed. Tehát a 2015-ös Need for Speed az összes rész közül szerintem a legjobb illegális vonalon. Tehát azt annyira elkapták, gyerekek, hogy találkozhatsz a sztárokkal, eljuthatsz Ken Blockhoz, a mindenféle autotuningos figura benne van, és tényleg lehet, hogy ahogy az OV Zoli, az nálam egy ilyen kiakasztó videó, ahogy OV Zoli is elmondta, hogy nem jó a színészi játék, gyerekes, de az lehet, de van benne körülbelül 5-6 órányi videó, vagy nem tudom, de 2 órányi, rengeteg videó van benne, majdnem 3 versenyenként kapsz egy átvezetőt, tehát rendesen sztoriba maradsz folyamatosan, és ezt az a baj, 15 évesen vagy 14 évesen a gyerek leszarja, hogy mennyire jó a színészi játék. Hát hogyha valaki egy Need for Speed-től Oscar-díjas alakítást vár, akkor rossz helyen keresgél szerintem. És amit a Need for Speed 2015 tud, szerintem az parádi, ahogy meg lett oldva az egész koncepció. Én úgy gondolom. Nem az, hogy 14-15 évesen valaki kisgyereknek minősül, mert nem, vagy akkor 13, érted, vagy, de most tök mindegy, nem kisgyerek egy 15-16 éves, de nem olyan fejjel fogja nézni a játékot, mint egy 30 éves. Tehát abszolút nem úgy fog hozzáállni, nem az lesz a nézőpontja. Szerintem.
De javítsatok ki. Én szerintem teljesen máshogy fog hozzáállni. Hát én csak autós játékot streamelek szinte, de nem igaz, hazudok, mert a héten ki fogjuk játszani, bele fogok állni a Horizon Forbidden Westbe, mert ez egy nagyon nagy kedvencem, és még a második részt azt nem nyomtam. Jó, de azért más, tehát 14 évesen még azért, akkor már volt azért már... Jó, most én is megverném magamat egy-két húzásomért, amit régen csináltam. Ó, köszönöm szépen. Tehát én nekem is vannak olyan dolgaim, amiért leütném magamat, de valahol meg ettől függetlenül... De attól, tehát már egy ilyen 8 éveshez képest, a 14-15-16 éves, ez már elég élet. Igazából itt az van, Geri, hogy a pénz. Na, én az Unbound-ot toltam eddig ki, csak maxra a hitet még nem. De lehet, hogy majd azt is megcsinálom. Meg ugye többit, ami még kapható. Hát igazából... Én mondom, én azt vettem észre autós játék fronton, hogyha tényleg így, amit én most így játszottam ugye a Crew 1-jel, de azok nem is értem, az a, na mindegy, ezt inkább nem is megyek bele, hogy a pénz, tehát itt a legnagyobb probléma az, hogy nem mernek szerintem a kiadók belemenni. Hát a Crew-nál is azt lehet észrevenni, a Crew 1-ben nagyon sok effekt volt, ilyen autószétszedés, amikor tuningoltad, a motor látszódott meg, meg nagyon sok minden. És én azt vettem észre, hogy az egész itt arról szól a készítőknél, hogy egyszerűen rámennek arra, hogy online, nem tudom a Need for Speed Mobile mikor jön ki, de szerintem már lassan esedékes lesz amúgy. Idén mindenképpen nem tudom, hogy szerintem, én nem tudom meddig húzzák még, mert már egy éve játszottam vele, szóval... És már akkor is elég jó állapotban volt, szóval nem tudom. Ideje lenne. Gyerekek, ami nagyon kemény lesz, hogy mobil játék, az a Division. Azt nyomtam, az nagyon para. Azt garantálom nektek, a Division telefonon azon be fogtok szarni. Ezt én már tavaly karácsonykor nyomtam, a Ubisoft ugye odaadta nekem. De ezért jó, ennyiből jó, hogy Ubisoft-tal partnerségbe állok, azt megkaptam. Az brutál, az brutális, gyerekek. Arról van YouTube-on fent videóm, ha valakit érdekel, hogy milyen lesz. Van fent YouTube-on bemutató videóm, így röviden. Az durva lesz. Hát az, nem akartam elhinni, mikor játszottam vele, hogy ez ilyen létezhet. Telefonon. Mint hogyha tényleg a PC-n játszanál. Persze, ha számítógépen. Az AC az nem tudom milyen lesz, azt még nem láttam. Na mindegy, szóval visszatérve erre az egész témára, hogy az a baj az autós játékokkal, hogy a fejlesztés kurva sok idő, ez szó szerint, ezt ebben nem is tudom megfogalmazni, és mindenki autó legyen, az nagyon fontos, tonna számra legyenek az autók, ugye azok elviszik a jogdíjak a pénzt, mellé a zenék, azok is nagyon sok pénzt elvisznek, mert iszonyatosan drágák, ugye, évekig fizetni kell őket, és ugye nem vesznek annyian autós játékot már, amennyi, tehát ha nagyon rámenőnek a sztorira, tehát ha megnézitek a Need for Speed-en kívül, már senki nem csinál sztori alapú autós játékot. De konkrétan, tavaly volt egy, az mondjuk jó volt, a Trial Out, szerintem az, a Trial Out-ot, hogyha valaki teheti, próbálja, aki PC-n fenn van, az zseni. Az a játék, az brutálisan jó. De mondom, a sztori alapú autós játékot már nem gyártanak. Tehát, hogy nincs mire. Tehát lehetne egyébként nagyon komoly autós játékot csinálni, csak az a baj, hogy az autós játék nem fejlődik. Tehát az autós játéknak ott kéne indulnia már valahol, hogy az autóból ki kéne tudni szállni. Tehát én szerintem ott kéne kezdeni, hogy magából a gép járműből, tehát például, ha elmegyek tuningolni, akkor ne ez legyen, hogy jump to safe house,
Meg ne az legyen, hogy a kormányt nem tekeri ezekben nem tekeri a kormány, de 10 évvel ezelőtt, meg 96-ban meg tekerte a kormányt. Mi a fasz történt 10 évvel később, hogy nem tudjuk a kormányt tekerni? Szóval, hogy pont azon gondolkoztam amúgy, hogy Need for Speed Forza, ezeket jó, ezt kellene online-ba tolni, meg mint a GTA. Ne, én meg pont, hogy a Need for Speed és a The Crew mellett vagyok. Nekem a Motorfest az sokkal jobban bejön, mint a Heat-ben nagyon erősek a rendőrök, az Unbound-ban gyengébbek. Tehát az Unbound-ban emlékszem, hogy az Unbound-ban agresszívabban jönnek, de az Unbound-ban nekem úgy volt, mikor kijátszottam, hogy az első 20 óra játék alatt, nem az volt a végigjátszásom, de 20 óra alatt nem tudtak elkapni. 20 óra kellett, hogy először elkapjanak. A Heat-ben sokkal hamarabb el fognak kapni, ott nem tudsz annyi ideig kint lenni. De nem jönnek annyira, mint az Unbound-ban. Én nekem mondom, tehát ez az én baromságom, én a Forzát nem szeretem, tehát nem azt mondom, hogy abszolút ellene vagyok, de én a Forza gondolkozását nem tudom egyszerűen elfogadni. Ez a belépek, 50 kocsi, és így ott ülök, hogy okay, szia, minek? Becsináltad? NFS Carbon. Vazdek, beszarok. Ám majd utána nézek, mert azon gondolkoztam, hogy egyszer lehetne ilyen óriási csinálni. Most a Most Wantedben, ha nem 100-szor elkaptak, akkor egyszer sem. Ám Most Wantedben nem annyira durvák. Szerintem a Heat-ban a legdurvábbak egyébként a rendőrök. A ötös körözésnél az már elég komoly. Mert ugye törik az autó. Nem is rendőrök, de törik az autó. És nem tudod, 3-szor lehet megjavítani. Még az Unbound-ban akárhányszor javíthatsz, csak időkorlát van. Tehát ott úgy van, hogy időkorlátos a benzinkút, a Heat-ben meg 3 után nem javíthatsz többet. Azért mondom, hogy ebből a szempontból a Heat nagyobb szopatás. A Heat-ben nem tudsz annyira ideig menekülni. Big Turbo. Gyerekek. 8000? Rá tudok tenni mindent? 7000. 5000. Hát minden nem is, de... Nitro megvan. Váltó. Ez már nem fog rámenni. Felejtő. Mire olcsó a Aspension. Bizárt. Ezt nem fogom tudni mind rátenni. Ezt most mondom. A felfüggesztés fog lejönni. És pont. Akkor nem szóltam. Én már nem mondok semmit ilyet, hogy melyik a jobb, vagy melyik nem jobb. Mindenkinek az a jobb, ami jobb, melyik jobban tetszik. Tehát én szerintem egyébként, visszatérve az előzőre, jelenleg a legélhetőbb autós játék hosszú távon az a Crew Motorfest. Én továbbra is ehhez tartom magam. Nekem a Motorfestben 400 órán van, és még mindig van benne mit csinálni. Mondjuk most már egy kicsit így abba hagytam. De a Crew Motorfest kapja a frissítéseket folyamatosan. Úgyhogy... Miért ilyen homályos a szeme egyébként, ezt nem értem. Drága asszony, kám, rommá van tuningolva az autóm. Hiába indulsz el ilyen nagyon menőn. Hagylak, mint a szar. Azaz, szép, szép taktika. Kétkörös verseny, szóval annyira nem kell sietni. Jó, most oké, de hát ugye ezek már ki vannak dolgozva. Igen, azt tudom, hogy Neville meghalt, mert az életben a színész. Jöttek be a Motorfestbe új versenyek? De milyen versenyek? De valamit a Guttika is mondott. A
Mindegy, majd megnézem. Gyerekek, őszintén, Isten ments, szerintem amúgy lehet, hogy az, de Isten ments, hogy PDTD-i legyen. Nem tudom, nem vagyok dízeles, áragudjatok, sajnálom. Nekem 1.6-os van, ugyanebből, csak Pledóba, imádom, szeretem. Én benzinpárti vagyok. Elhiszem, hogy jó egyébként a dízel. Nem, mennem kell át, úgyhogy jött egy új mod hozzá, és ebbe benne van. Ilyen gyerekek, YouTube-ra jönni fog videó, tehát figyeljetek, én mindenkinek üzenem. Nyilván leszarja mindenki, mert ez a tapasztalatom, de bízom benne, hogy nem. Megfogjátok magatokat, mindenki ide szépen átrugóztok. Angét bekövetitek. Itt minden, a saját modom is kim van. Itt van az RTX, az Underground 2, egyhez bocsánat, a kettőhöz, bármi, ami autós, mindenről mindent megtaláltok itt. Most már kicsit mondjuk kevesebbet, mert meló mellett nehéz, de amiről mindenről, erről is lesz kint videó egyébként. Tehát erről is lesz, meg a DC-re majd Discordra kirakom. Discordra meg minden videóm alatt van meghívó. Nem, az, egyébként a Need for Speed az az a játék, ami mindig feltalálja a spanyol viaszt, utána odaadja másnak, hogy csinálja te. Tehát az egyik legjobb pályaversenyzős játék az a Need for Speed Shift 1-2 volt, meg a Pro Street. Én imádtam őket. Normálisan volt tuning, pályaversenyzés, kormánnyal is, mindegyik zseniális, tökéletesen játszható. Csináljanak, abba hagyják, bazd meg. Csinálnak egy normális tuning, mondjuk a tuningot még mindig nem vették úgy el tőlük, szerintem senki. Igazán még nagy tuningos autós játék nincs, inkább csak annyi, hogy behozta a többi kiadó is, de hogy ezen kívül ez a kiadó, ez mindent megcsinál, utána megfogja és beleszarik. Tehát, hogy konkrétan megcsinálja a tökéletes autós játékot, és nem azt, hogy tovább vinni, hanem csinál egy óriási katyvasz után is beleszalik. Megcsinálták a Need for Speed World-öt is. Gyerekek, 2000, nem tudom mikor jött ki a Need for Speed World, nem is volt még normális online autós játék. Ezek megcsinálják a World-öt, és sokat nyomtam, nem volt amúgy rossz, és csak fejleszteni kellett volna, és mit csinálnak? Beleszarnak. Erre jön a Forza, meg a Crew, és megcsinálják normálisan. Hát nem is értem egyébként. You're gonna need all your skills for the canyon. When you get challenged by a boss, you end up here. First run, the boss. Nem a Carbon után, a Carbon után a Black Box elment Need for Speed World-ot csinálni. Azt hiszem utána. De még a Black Box csinálta talán a Durant is amúgy. Nem akarok hülyeséget mondani. Igen, akkor mondom, a Forza meg minden előtt jött. A Black Box csinálta a ránt, azt hiszem. Az volt az utolsó húzásuk. Van egy ilyen videóm egyébként a Need for Speed. Ha valakit érdekel, hogy a Need for Speed az hogy keletkezett, mindjárt tudok egy videót, hogy mit nézzetek meg. Lehetséges, meglátjuk. Csóri Leona, hogy így megáll. Mindjárt jön valami ez egy tuning szörny. Próbál első kerék meghajtás. Ebből van összkerekes egyébként. Nem tudom, szerintem ez nem az, de ebből van összkerekes. Ez meg jön genyó, hallod, keresztbe. De nem drifter, keresztbe. Mondjuk ez el fog indulni. Ugye, nem csak a izé, tehát az Eden Games, aki csinálta a Need for Speed Porsche 2000-et, az is zseni. Tehát a Need for Speed Porsche 2000 az egy zseniális játék egyébként szerintem. Lehet, hogy nem lesz meg az első körbe.
Sőt, a Porsche 2000 talán az egyik legjobb Need for Speed szerintem, mai napig. Csak már nagyon régi. Nem fogom tudni utolérni. Túl gyors. A falazást direkt csináltam, mert muszáj volt, ami végig pattogni, mert nem bírtam volna. Hát figyeljetek, mondom, ha valakit érdekel a Need for Speednek a teljes története, akkor javaslom mindenkinek. Én úgyis elmegyek egy 5 perc szünetre, ha gondoljátok, akkor nézzétek meg. Én már tudom, hogy hol. Komolyan. Van egy videóm, szerintem 5 perc az egész. Itt hagynám nektek egyébként, de a TikTok még ezért is anyázik amúgy, hogy ne rakjak be még a saját videómat sem. Jó, ezt óvatosan, mert a PSS-eket szerintem nem látjátok. Tehát a konzolosokat szerintem nem látod, maximum ugye Steamen, vagy nem tudom, de ezek az adatok amúgy szerintem soha nem validak. Szóval bemegyek a Need for Speed Unbound-ból, folyton teltházas, bármilyen szerverre megyek, mindig tele van, szóval nem tudom. A konzolos játékosok, ami nagyon nagy számba teszik ki a dolgokat. Na, itt most megállunk, annyit mondok nektek, hogyha valakit érdekel. Need for Speed, mikor csináltam én azt a videót? Hát, most tudom, mi volt a borítóképe. Itt van, ez a Need for Speed történelem. Ezt így, itt ezt keressétek meg, 7 perc a videó, ebben minden benne van, és hogyha akkor megtudjátok azt is, hogy hogyan lett a Need for Speed a Test Drive-ból, mert a Test Drive első része, meg a második része, meg a Stunts nevű játékból lett a Need for Speed amúgy, szóval igazából az első Need for Speed az még Test Drive volt, és ugye abból lett, ugye, na mindegy, nézzétek meg, én azt mondom nektek, abból tanulhattok, 5 perc, azt itt vagyok, jó? Gyors cigiszünet, aztán onnan innen folytatjuk. Vodot megállítom, mindjárt jövök.